már itt eltértünk egy kicsit az adventi koszorú formától, mert ugye ez már egy kicsit a modernebb formához fordultunk, és ez egy kicsit magas, egy ilyen kis tortatartóra, a gyerekek kedvence, ezek a kis egérkék és mindenféle kis babák benne, ez már egy díszesebb, csillogósabb kiegészítőkkel készült, viszont egyszerűbb gyertyákkal. Bár az adventi időszak a karácsonyi ünnepkör alapszínei, változatlanul a piros, a zöld és a püspöklila, az ünnepi asztaldíszek világában is változnak a trendek. Manapság már egyáltalán nem ritka, hogy a fenyőágakból készített koszorúk helyett hímzett kerámia figurákkal díszített koszorúkat keresnek a vásárlók. Sokan a kellékeket keresik, és ebben kérik a segítségünket. Természetesen mindenkinek szívesen segítünk, de ugyanakkor keresik a kész készítményeket. Mert ugye azért itt a karácsony, az Erzsébet, a Katalin tájékán már visszaszorul a vágott virág, a cserepes virág, és inkább egy asztali készítménnyel lepik meg az ünnepelteket. Ez lehet egy adventi koszorú, lehet egy karácsonyi asztaldísz, és mindenki igyekszik annak a családnak a színvilágát megkeresni, és azt választják ki. Egy tartós asztali díszára könnyen meghaladhatja a 10.000 forintot, de a vásárló igényeitől függően 20.000 forintért is rendelhető adventi koszorú. Az alapanyagok ára tavalyhoz képest emelkedett, így az advent is drágább lesz. Nem tudom, hogy mennyit fogok rá költeni. Én úgy szoktam választani adventi koszorút, hogy ami éppen megtetszik, miközben válogatom őket. Nagyon szeretem, nekem a karácsony színe, az a piros és a zöld. Valószínű, hogy most is olyan adventi koszorút fogok venni, amelyben ez a két szín fog dominálni. Az adventi koszorú hagyományát egy hamburgi evangélikus lelkész teremtette meg, aki 1838 karácsony előtt gyertyagyújtással jelezte az adventi időszak napjait. Egy évvel később fenyőágakkal díszített óriási kerékre helyezte el a gyertyákat, ez lett az első adventi koszorú. A hagyomány közel két évszázadig a protestáns felekezetekben élt, a katolikusoknál az első világháború után terjedt el.